Ilyenkor van a főszezonja, és van, aki fényterápiával kezeli, de akad olyan is, aki gyógyszerekkel. Az őszi depresszióról van szó. Arról, hogy így a nyár elmúltával sokan megrémülnek attól, hogy hirtelen visszatérnek a szürke, dugókkal tarkított hideg, dolgos hétköznapok. Ezen a héten ráadásul ez hatványozottan érezhetővé vált. Ugye nem elég, hogy elindult a tanév, és újra korán kell kelni, meg időben be kell érni, hanem mindehez még borzasztóan rossz idő is társult. A legtöbb tanévnyitón megázott szülők és gyerekek szorongtak az osztálytermekben, mert odakint tombolt az ítéletidő. Most egy igazi akciófilm következik egy kétgyerekes pesti anyukával, a képzeletbeli cím pedig ez lehetne, beérek 8-ig, hogyha addig élek is. Hát azt hiszem, erre mondják, hogy éles váltás. Pólóból kabátba, strandról az iskolapadba, színesből a fekete-fehérbe, röviden nyárból az őszbe. Elment a meleg, megjött a suli, beállt a város. Az apukák eltűntek az irodai számítógépek mögött, az anyukák pedig újfent átmentek szendvicskenő konyhai robot üzemmódba. Sokaknak hirtelen fagyott le a mosoly az arcáról. Mindennek már neve is van, úgy hívják őszi depresszió. Akármilyen korán kell szerintem egy család, az utolsó pillanatban mindig a szaladás. Mindig, úristen, még ez, még az, jaj, szaladjunk vissza, jaj, már rég el kellett volna indulni. És ez, nem sokára meglátják, akár a reggel mottója is lehetne. Hubai Gabriella bérszámfejtő és kétgyermekes édesanya. A nagylány Emi a héten elkezdte az első osztályt. Ő még öltözködik, az öccse Benji pedig távolugrással mulatja az időt, amíg anya zuhanyozik. Van egy gyönyörű szép üres gyerekszobánk, És van egy nappalink tele ágya, hogy legalább aludni tudjunk. És a gyerekek már vidáman mutatják is. Az asztalos bácsi azt hitte, hogy elkészül az íróasztal meg az emeletes ágy tanévkezdésre. De az asztalos bácsi nyilvánvalóan tévedett. Mint ahogy anya is tévedett, amikor azt hitte, hogy már mindent megvett az írószerboltban. Hiába pakol egy japán mérnök leleményességével, a nagy alakú füzet, ami német órára kell, még mindig hiányzik. Elmentem az egyik áruházba, hogy megvegyem, és azt látni kellett volna, tehát sehol senki, üres az egész áruház, és az ápis soron így élivel álltak így az emberek, és az üres polcokat figyelték, hogy hát ha valaki visszarak valamit, tehát nem tudtam egy darab A4-es sima füzetet beszerezni. Gabi mindezek ellenére megingathatatlanul jókedvű. Készíti a szendvicseket, vágja az almát, zacskózza a porciókat, beszélget a gyerekekkel. És persze hisz benne, hogy oda fognak érni időben. Ma van a második napunk, tegnap még nem késtünk el. Tehát reméljük, ma se fogunk. Benji megy fogatmosni, Emi fésülködik, a percek pedig elkezdenek rohanni. Még egyszer hagy húzzam át, kirakat. És sajnos beüt a krach. Látják, az utolsó öblítés a vasalt pólón landol. Úgyhogy újra tervezés, újra öltözés, most már nagyon kéne szaladni. Nem mondod komolyan, hogy még föl se öltözünk, és már... Na ezt csináljuk, és is ide tettem. Gabi látszólag teljes nyugalommal veszi az akadályokat. Benji maratoni cipőfűzését is, még azt is, amikor otthon marad a kabát. Még azt is, amikor újabb cipőfűzés várja a lépcsőházban, és azt is, amikor kiderül, hogy a mobilja is otthon maradt, úgyhogy újfent szaladhat vissza. A korán kellő család is el tud csúszni. Végre kijutunk a garázsból. Emi ügyesen egyensúlyozza a fejtámlát a feje búbján, de végre úton vagyunk a suliba. 7 óra 45 perc. Mindjárt megmutatom a csengetésig hátralevő 15 perc történetét, Gabiék családi sprintjét, jobban mondva sprintjeit, de előtte az őszi depresszió okai, már az orvos meteorológustól. Egyik napról a másikra 3-4 percet csökken a nappal hossza, és hogyha ezt kiszámítjuk egy hétre, ami ugye egy jó átfogható időtartam, akkor ez alatt olyan 20-25 perces napi, tehát napalhoz csökkenések bekövetkeznek. Ez már mindenképpen olyan, amit mindenki észrevesz. Pintér doktor szerint tehát a legnagyobb gond a fénycsökkenés. Ezt mindenki rosszul viseli, erre jön rá a tanévkezdés stressze, és idén ezt sikerült megbolondítani minden idők legramatyabb nyárvégi időjárásával. Nem tizedekkel, 2 teljes fokkal megdőlt a hidegrekord. A videón a tanévkezdés napját nézzük. Látszik, ahogy megérkezik a hidegfront, esővel, latyakkal, borúval. A doktor azt mondja, ez már a második hidegfront volt. A nyárnak a múlt pénteki első vetett véget. Az időpont tehát augusztus 27, 16 óra 40 perc, a hőmérséklet 28 fok. 10 perc alatt már 4 fokkal kevesebb, és még 10 perccel később már 6 fokkal kevesebb. Tehát ez az a pillanat, amikor az idén véget ért a nyár.
Kérdés persze, hogy mit tegyünk, ha elkapott minket az őszi búskomorság. A szakember szerint először azt kell tisztázni, hogy pontosan mi is a bajunk. Gyászoljuk a nyarat és utáljuk a koránkelést, vagy inkább stresszelünk az új időszak kihívásai miatt. Szerintem fontos, hogy tudjam, hogy mi a probléma, mert akkor arra már, ha megfogalmaztam, hogy mi az, ami zavar, akkor elkezdtem kitalálni, hogy ezt hogy tudom áthidalni. Madai Krisztina 4 gyerekes anyuka és profi business coach. Azt szereti, ha ezt a legnyersebben üzleti edzőnek fordítjuk. Szólhatsz, hogy jöttünk a bendér meg a bubáért. Mész előre szólni, van kedved? Na, akkor menjél, jó? Ő az, aki az üzletembereknek abban segít, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból. És azt mondja, a módszer otthon is kiváló. Ugye senki sem augusztus 31-én este döbben rá, hogy másnap indul a suli. Magyarán tervezni kell, és be kell osztani az időt, így elkerülhető a vége pánik. Amit előre láttam, hogy szervezhető, megoldható, azt előre megcsináltam, szépen így beosztottam fejbe, kitaláltam előre, hogy akkor pontosan hogy fog kinézni ez a szerda reggel, kinek mi lesz a feladata. Közben befutnak a nagyfiúk is, indulnak haza Johannához, a legkisebbik testvérhez, de Kriszta még búcsúzóul elmondja, hogy ami igazán fontos az az, tisztázzuk otthon a családban, ki mit tesz le az asztalra, mit vár el a feleség és mit vár el a férj, be kell osztani az energiákat. Mindig egy közös családi erőforrásrendszer van, és avval kell gazdálkodni, és fontos, hogy ki milyen hozzáállással jön ebbe a dologba is. Ki érdemes átbeszélni, hogy ki mit csinál szívesen, kinek mi fér bele az idejébe, és megtalálni azt a megoldást, amiben mindenkinek lesz jó is, hát értelemszerűen mindenkinek lesz áldozat meg feladat. Ami persze a stresszt kiváltja, az általában a dolgok tervezhetetlen része. Anita például nyugodt anyuka, és mindent jó előre megvett Samunak az iskola kezdéshez. Legalábbis így gondolta. Most is jött egy e-mail tegnap este a tanítóimtól, hogy még bizonyos filctollakat be kell szerezni, de hát körülbelül 5-ször vagy 6-szor voltunk írószerboltban, és azt hittük, hogy már minden megvan, de még mindig derülnek ki hiányosságok, úgyhogy... Igen, és kellett tükör is, meg óra is. Ajaj! Nem sikerül, akkor válasz másikat, Lózika. És persze mindenre még rápakolódik a hétköznapi stressz. Mármint az, hogy akkor sem lenne könnyű időben beérni a munkahelyre, ha előtte még nem volna két kitérő. Egy az oviba, egy a suliba. Már eddig áll a sor? Jézusom! Nyáron nem volt egyetlen forgalom, most tudod az iskola miatt. Ez a hatalmas. Úristen. Ér rossz kedvűnek lenni, annak is megvan a maga helye, ér szomorkodni, akár sírni is, vagy akár bosszankodni is dolgokon, csak ebbe úgy nagyon belemerülni napokra, hetekre, szerintem nem érdemes. Egy kis felmentés a pszichológustól. Tehát nincs azzal semmi baj, ha valaki nehezebben veszi az akadályt ilyenkor nyár végén. Pető Orsolya is édesanya, az ő kisfia például oviba ment vissza a héten. A szakember sorolja az őszi depresszió tüneteit. Szomorúság, kedvetlenség, idegesség, stresszes fáradékonyság. Magadon nem veszel észre ilyesmit? Dehogy nem. Rossz idő az abszolút rám is hatással van. Tehát amikor borongol, sötét, így van, esik az eső, akkor kifejezetten én is úgy érzem, hogy egy kicsit kevesebb kedvem van a dolgokhoz. Viszont én szerintem ez abszolút az én dolgom, hogy keressek minden napban valami jót is. És akkor most vissza Gabiékhoz. Ugye 3:48-kor hagytuk őket magukra a kocsiban. 7:52 van, Emi már az iskolához közeledik. Anyukája meg már a délután szervezi. Úgy is akarok majd veled bizniszelni, hogy ússzuk már be, hogyha hetente kétszer mennek, hogy egyszer elviszem én őket, egyszer te. Már csak egy közlekedési lámpa, 2,5 percig piros, és Emi beér. Ó, szívem, nem készünk el. De Gabi az anyuka váratlanul visszaszalad. Hú, még ott hagytunk a kocsiba valami nagyon fontosat, a névkitűzőnket, úgyhogy még azért is elrohanunk. Tehát sprint vissza a kocsihoz. A tanítónéni még nem tudja a neveket, úgyhogy Emi konferencia kitűzőjére nagyon nagy szükség van. Mint ahogy az is kiderült, hogy a német füzet mindenképpen ma kell. Még jó, hogy van egy ápisz a suli mellett. Na most van 8 óra. Gyere, zöld van, gyere, még elmegy. Aztán roham az oviba, és roham a munkahelyre, anyuka legyen a talpán, aki nem csatakra izzadva ér be dolgozni. Ugye több szakemberrel beszéltem a héten őszi depresszió ügyben, és egyikük sem volt rest az orrom alá dörgölni, hogy azért elég különösen viselkedünk mi, a lakosság. Mert hogy június közepén is a nyár volt a téma, akkor mindenki arról beszélt, hogy kitört a vakáció, és egy picit panaszkodtak a szülők arra, hogy nem fognak tudni mihez kezdeni a gyerekkel 12 héten keresztül, szörnyű, hogy ilyen hosszú a szünet.
Most meg véget ért a szünet, és sokan arra panaszkodnak, hogy milyen jó volt ez a nyár, és tarthatott volna még néhány hétig. De az orvos meteorológus azt mondja, lehet ennek is a jó oldalát nézni, rossz idő van, nem olyan vonzó a játszótér, úgyhogy a gyerekek talán szívesebben mennek iskolába. Néhány kisrác nyilván vitatkozna ezzel, de hát legyen így. Szalai Ádám riportját látták a TV2 naplójában.